Köszöntöm Önöket, ez a heti egyenleg a Klik TV elemző műsora, melynek mai vendégei Bozóki András, politológus, a CEU oktatója, és Lakner Zoltán, szintén politológus, a Jelen című heti lap főszerkesztője. És mi mással is kezdhetnénk, mint Orbán Viktor sajtótájékoztatójával, amelynek egy évben egyszer örülhetünk, vagy nem örülhetünk, de minden esetre tanúi lehetünk. És néhány témát szednék elő ebből a sajtótájékoztatóból, például azt, amikor azt próbálta elhitetni az ott ülő újságírókkal, hogy Oroszország és Ukrajna között nem háború zajlik, hanem Oroszország részéről egy katonai művelet indult, mert, mondta a miniszterelnök, háború akkor lenne, ha ezt hadüzenet előzte volna meg, hadüzenet pedig nem történt. Rengetegen megszólaltak ebben az ügyben, a ti véleményeteket is várom. Én mindössze egy véleményt idéznék, Ungvári Krisztián történészét, aki azt mondta, hogy ez egy hülyeség. Mert Bárdossy se küldött hadüzenetet a Szovjetuniónak, mégis belebonyolódtunk a második világháborúba. Tessék. Hát ez így van. Mondjuk azt szamárság, így Antal József stílusában. Ja, igen, igen. De hát nyilván azóta is piszkálja Orbánt az, hogy Pekingben ott, amikor Putyinnal találkozott, akkor utána a sajtótájékoztatónő ezt hadműveletnek nevezte, vagy katonai műveletnek. Katonai műveletnek, de nem háborúnak. És nyilván a nyugati sajtó ezt fölkapta, erre ő reflexiókat kapott, és úgy érzi, hogy ezt meg kell valahogy magyarázni. Ez nagyon erőltetett magyarázat, a hajánál fogva rángatott magyarázat. Ahogy említetted, a Bárdossy sem küldött hadüzenetet, de Hitler sem, amikor 39-ben megtámadta Lengyelországot. Tehát akkor ilyen alapon Mengele kísérleteit orvosi kísérleteknek lehet, vagy a gyógyítási technológiák fejlesztéséért végzett kísérleteknek kell tekinteni, vagy amikor élve boncolást végeztek a kínaiak a japán hadifoglyokon, akkor azt nem kínzásnak nevezzük, hanem orvos. Szóval, hogy ezek olyan erőltetett dolgok tényleg, hát háború van, Oroszország megtámadta Ukrajnát, és Ukrajna védekezik. Igen, mielőtt Zoli is elmondja maga véleményét, csak azt akarom mondani, hogy ugye elmondta, hogy háború akkor lenne, ha hadüzenet volna, miközben ő a háború kitörése óta az egész retorikáját melléknévként a háborút említve végezte. Tehát háborús infláció, háborús szankciók, háborús helyzet a gazdaságban, mindenre ő elmondta, hogy háborús. Akkor, igen. Ha csak miközben katonai művelet... Miközben ő a békepártyán áll, persze. Az persze, természetesen. Igen. De hát szóval akkor miért nem katonai műveletes inflációról beszélt? Még azt fűzte hozzá magyarázatként, hogy nem csak hadüzenet nem volt, tehát ez nyilvánvalóan marhaság tényleg. Szóval ehhez még talán történésznek sem kell lenni, tehát csak egy nagyon pici történelmi ismerettel kell rendelkezni, meg akkor mozgósítás lenne, hogyha háború lenne. Hát ez is nehéz kérdés, az Oroszországban részleges mozgósítás már van, meg különböző volumenű háborúk léteznek, szóval hogy nyilván ez sem egy magyarázat, amúgy ha valaki abban az örömben részesítette magát, hogy az egész sajtótájékoztatót végignézte, akkor azon belül is többször említette hát a háború ne, kifejezést. Hát hogy nem, tehát mielőtt ez a kérdés fölmerült, miután ez a kérdés fölmerült, a háború kifejezést használta, egyébként háborús veszélyhelyzet van Magyarországon, csak mondom. Erre hivatkozva van a rendeleti kormányzás, amikor éppen ezt a gombot nyomják be, szóval, hogy ugye ilyenkor van az, hogy nehéz másra gondolni, mint hogy ez egy szimbolikus gesztus megint csak Oroszország számára. Szóval mi egy értelme van ennek az egésznek? Mint sem ez, és így válik tulajdonképpen ez az orosz orientáltság, ez egy ilyen folyamatosan önmagát beteljesítő jóslat. Tehát ugye ki mondja ezt? Ott valóban Pekingben, akkor ezért megkapja a nyugati bírálatokat, de a nyugati bírálatokat ugye nem lehet
elfogadni, nem lehet azt mondani, hogy rosszul fogalmaztam, vagy nem lehet egyszerűen nem megismételni, magyarázkodni kezdek, kitalálok egy ilyen magyarázatot, megint teszek egy gesztust az oroszoknak, megint bírálni fognak a nyugdíjak, és akkor megint majd tenni fog egy újabb gesztust az oroszoknak, mert úgy látja, hogy ott elfogadják a gesztusait. Ugye az orosz elnök szóvivője is megdicsérte Orbán Viktor EU csúcson tanúsított magatartását. Na, például ezt nem értem. Mind dicsért ezen. Hát végül is Oroszország rosszul jött ki ebből, mert ha Orbán köti az ebbet a karóhoz, és benn marad a teremben, és nem szavaz, akkor nincs egyhangú szavazás. Akkor nincs akkor nem szavazás. Indul el az eljárás Ukrajna majdani felvételén. Hát igen, de az, hogy ő kiment, attól miért lett jobb az oroszoknak? Hát azért a két szavazásnál a második volt igen. A fontosabb, ahol ő vétózott. Jó, de az tehát nem egy végleges. Az segített, az nem egy végleges akkor az egy gyors dolog. Segély lett volna az Európai Unió részéről. Februárban ez pedig, hogy elkezdődik a tárgyalás, és ő ez hozzájárul. Hát Törökországban már 1997 óta elkezdődött úgymond a csatlakozási tárgyalás. 25 éve azóta, vagy 35 éve azóta se jutottak sokra. Na de épp ezért volt vérlázító szerintem, hogy ő neki tényleg tudnia kell, hogy egy ilyen uniós csatlakozás az mennyik, legalább 10-15 persze, év. Vagy 20 év. És akkor persze, itt most persze. Ezzel riogatni a magyar népet, meg aki még egy kicsit szimpatizál vele, hogy hát nem lehet, hogy itt elkezdődjön a tárgy, napirendre se vegyék. Miért ne vegyék? Jó, ez biztos egy visszakozás volt, hogy ki kellett menni a szavazásnál, hiszen hát, ugyanazokkal az érvekkel védte meg a kivonulását, mint amelyekkel a vétózási szándékot alátámasztotta, de az tény, és azért ez fontos, ugye ilyen az uniós politika, itt nagyon ritkán vannak fekete-fehér helyzetek, elindul a csatlakozási tárgyalás, millió ellenőrzési pont lesz, amikor újra lehet vétózni, vagy vétóval fenyegetni, igen. És azért valamit kérni, hát valamit be is ismerjük, hogy még 70 akárhányszor leszavazhatja. Na de, hát ez a lényeg. Szimbolikus na dolog hát ez volt, ő ezt előre kitervelte, szerintem, hát hogy így lesz, hogy ebben enged, és a másikba bekemény. Vagy valamelyik, az nem. Is. Igen, na de az a lényeg, hogy ez a zsarolási potenciál, ez ezzel fönnmarad. Még egyszer mondom, szerintem ez egy visszakozás volt, de egy olyan visszakozás, amit annak a tudatában tett meg, hogy akkor majd más pontokon fogja ezt a bizonyos a botot a küllők közé bedugni, vagy legalábbis mutogatni fogja ezt a botot. Szóval ez egy bonyolult kérdés, ez még nagyon sokszor visszafog. De már a múlt héten ilyen septibe foglalkoztunk ezzel a kivonulással, de az csak a műsor után derült ki, hogy gyakorlatilag Scholz német kancellár mondta neki, hogy menjen ki, és igyon egy kávét. És akkor, hogy ezt úgy el is ismeri. Sőt, még hozzátett, hogy nem kávézni ment, hanem a mosdóban. Na most... Hát ezek olyan részletek, amikről már nekünk nem kell tudni, hogy éppen akkor hol ül. Na de nem nevetséges ez? De, igen. Hát részben az. Én az sajnos azért, szóval én értem ennek a... hogy mondjam, tehát én is inkább ebből forgatnék filmet. De közben meg ugye az is van, hogy ebben az egész alkudozásban ugye úgy válik a kormány számára lehívhatóvá egy 10 milliós kontingense az EU-s támogatási forrásoknak, hogy arra hogy az Európai Bizottság azt mondta, hogy az igazságszolgáltatási feltételek teljesültek, miközben nem teljesültek. Nem teljesültek, egyáltalán nem lett függetlenebb az igazságszolgáltatás, nem lett kevésbé kitéve a politikai befolyásnak a magyar bírósági rendszer, nem javult meg a jogállam december 8-áról 9-ére viradóra. Engem őszintén szólva sokkal inkább érdekel Orbán kibesétálásán, meg kávéhívási szokásain túl az, hogy most hogyan is alakul akkor majd a jogállamisági, tehát magának az eszköznek, a kondicionalitási eljárásnak a sorsa, mert ugye úgy volt, hogy az elmúlt másfél-két évben, hogy ezt terven felül komolyan vették, ami hangsúlyozom nem az Európai Bizottságnak jó, ez nekünk jó, hogyha van valaki, aki legalább foglalkozik azzal, hogy van-e jogállam Magyarországon, és a magyar állampolgárok az állampolgári jogaikat gyakorolhatják-e vagy sem. Most lényegében ugye azért, hogy legalább egy vétóval kevesebb legyen, nem tudom másképp lefordítani, oda lett adva, ki lett nyitva ez a pénzcsap. Lehet erre is azt mondani, hogy a boríték visszazárható, hallunk ilyeneket, de alapvetően a magyar kormány hát többé-kevésbé semmit nem csinált azért, hogy ezt a pénzt megkaphassa. A feltételek teljesülésének egy része az papíron létezik, egy része még papíron sem áll meg,
és mégis, miután legalábbis a sorok mellé oda van írva valami, tehát ki van töltve az űrlap nagyjából, függetlenül attól, hogy az űrlapra írt mondatok azok igazak vagy sem, ennek a felfüggesztett pénznek egy jelentős része ez megnyílik Magyarország számára. Szerintem ez alapvetően befolyásolja azt, hogy mik lesznek majd Orbánnak a manőverezési lehetőségei a későbbiekben, és hogy még mennyi minden lesz föláldozva az ország érdekéből azért, hogy az ő manőverezési tere az tovább tágulhasson. Miközben ugye azt volt képe mondani, hogy a zsarolás a magyar lélektől idegen, és ő a zsarolást rendkívül hitvány dolognak tartja. Mondja ezt a sajtótájékoztatót. Miközben megjegyezte azt is, hogy Brüsszel buborékban él, és Brüsszel vak. És nem lehet meggyőzni 26 őrültet, ugye, mert ők az őrültek, mi vagyunk a józanak. 26-an jönnek szembe az autópályán, de mi tartjuk a jó irányt, előre is, nem hátra. Ugye csak azt tegyük hozzá, hogy a 26-ban benne van a Robert Fico is, benne van a Giorgia Meloni is, mindenki. Szóval, hogy ugye ebben az is, tehát, hogy ki melyik buborékban él, mindenki buborékban él egyébként, de most nem biztos, hogy életfilozófiai kérdésekbe kell belebocsátkoznunk, bár egy évvégi adás akár erre is módot adna, de egyébként az is egy buborék, ahol Orbán kizárólag a saját szempontjai szerint értelmezi a körülötte zajló eseményeket. Ugye még ezeket a legszorosabb szövetségeseit hozzá legközelebb álló embereket sem tudta legalább arra rávenni, hogy egy-egy ügyben vele vétózzanak. És erre lehet azt mondani, mert már a magyar külpolitika doktrinájá tartozik. Egy másik izgalmas beszéd is volt ugye a külügyi intézetben, ahol ugye ezeket a Szijjártói nagyotmondásokat mint külpolitikai doktrinát prezentálta, tehát hogy radikálisnak kell lenni, meg a dolgok mélyére kell rákérdezni, és hogy tulajdonképpen az a magyar soft power, hogy mi kimérjük ezeket mondani, és mások meg nem, de azok is szimpátiával figyelik ez. Korábban Szijjártó Péter évekkel korábban erről úgy beszélt, hogy amikor kimennek a tárgyalási szünetbe a mosdóba, akkor tehát van egy ilyen férfi WC diplomácia, vagy nem tudom, ahol megköszönik neki, hogy ez van. Hát azért ez, hogy mondjam, a külpolitika érdekérvényesítésnek egy elég basic szintje, mert a külpolitika érdekérvényesítés arról szólna, hogy látható szövetségeket hozok létre. Igen, tehát azt, hogy ő neki a fülében mit suttognak, az egy dolog, de valójában irreleváns. Orbán szerintem arra tett föl most jelentős tétet, hogy majd jövőre a Trump megnyeri az amerikai elnökválasztást. Világos. Meg hogy Európában is majd egy utólag igazolódik, és majd Hollandia, meg mindig van egy ilyen reményország, hogy Olaszország, Szlovákia, majd akkor azok erősítik az ő táborát. Aztán mindig kiderül, hogy ezek nem jönnek be. De hát Amerika, ha bejön, akkor sokat nyerhet vele. Igen. A másik pedig, bocsánat, hogy hát ezek az Európai Unión kívüli úgynevezett legjobb barátai, ezek egyébként ki nem állhatják egymást, tehát a Netanyahu és az Erdogan, ők nem állnak szóba egymással, de mind a kettő jó kebel barátja Orbán Viktornak. Csak az a különbség kettőjük között, Netanyahunak még nem ajándékozott lovat. Ellentétben Erdogannal, aki ilyen, most a főúr nevű paripát légi úton hazavihette. Nem egy trójai falóról nem, egy toporzékoló, mert van egy videó, hogy Orbán ott fogja az istrángot, vagy nem tudom mit, és akkor... Országomat egy lóért. Azt, igen. Na most azt is mondta még ezen a sajtótájékoztatón, csak úgy csemegézek, nem vagyok keresztapa, ezt meghagyom másnak. Hát ezeket ő megkapja nyilván, ezek benne vannak a fülébe, hogy maffia, keresztapa, háború, ezek negatív csengésű dolgok, és ő ezt így próbálja így lerázni magáról. Annak idején most az jut eszembe, hogy Gyurcsány Ferencre használták azt a kifejezést, hogy túlmozgásos. És akkor ő egy beszédében azt mondta, hogy ja, hát ezek a túlmozgásos emberek. Tehát van ilyen, hogy projekció, hogy amivel engem vádolnak, azt kivetítem valaki másra, így öntudatlanul is. De az Orbánnál ez szerintem elég tudatos. Igen, a tudatosságra szeretnék rákapcsolni, szóval azért én örülnék, hogyha a magyar politikai életnek lenne más olyan szereplői, és aki megjegyezhető mondatokat tud mondani. Hát igen. Más tartalommal és minőségben. Szóval az, hogy Orbán Viktor egy sajtótájékoztatóval leteríti az egész magyar közéletet, és most például kerestem a magyar sajtóban
híreket, inkább elemzéseket kerestem közepes sikerrel a Lengyelországban zajló folyamatokról, az ottani közmédiával kapcsolatos kormányzati törekvésekről. A leggyakrabban olyan típusú cikkeket találtam, amelyek arról szólnak, hogy Orbán Viktor azt mondta a lengyel közmédia helyzetéről. Szóval, hogy bármit mond Orbán Viktor, ezekkel a mondatokkal is ez a célja, hogy ezeket rágjuk, miközben én igazán nem gondolom, hogy egy miniszterelnök kijelentéseit félre kéne tolnunk, akkor, amikor valódi tartalommal rendelkeznek, de tudatosan gyártják ezeket a sajátos terminológiákat. Lassan eljutunk oda, hogy az ellenzékből már úgy nem is nagyon tudják, hogy kik a... Ugye mindenki tudja Gyurcsány Ferencet, talán Dobrev Klárát és talán Donát Annát. De az, hogy lemondott most éppen Gelencsér Ferenc a Momentum elnöke, az így nincs benne a hírekben igazából, az emberek fejében, meg aztán pláne nem. Na most tehát, ugye Zoli, azt mondtad, hogy szeret, vagy keveset hallasz ellenzéki politikusoktól olyat, ami megjegyezhető. Hát most, ha már szoba hozta a Momentumot, később akartam, de előre. Vegyük előre, nem baj, Andris. Hát ez egy szabad műsor. Az Orbán Session-t lerövidítjük. Ez egy szabad műsor. Világos, persze. Azért Donát Annának arra a mondatára, hogy a DK egy hazug párt, vagy hogy a DK hazudik, meg... Hazugság kultúrájában. Szóval azért azt megjegyezted, mert ilyen... Egy ellenzéki pártvezető egy másiknak, és itt most nem a Mi Hazánk és a másik ellenzéki Igen. párt közötti kapcsolatra gondolok, ritkán vágott még a fejéhez. Igen, mondjuk akkor kicsit bővítem az igényeimet, tehát hogy például olyan megjegyezhető mondatok, amelyek nem az ellenzéki pártok egymás közötti viszonyairól szólnak, hanem a saját, mint ellenzék politikai helyzetértelmezésükről, nogdacu, de ezzel tényleg nagyon messzire megyek az ország helyzetének az értékeléséről szólnak, és hát egyébként, ha Donát Anna valóban, ezt is egyébként olyan furcsának találom, hogy ilyen kijelentő módban szólnak a hírek arról, hogy Donát Anna visszatér a Momentum élére, szóval hogy tartanak egy küldött gyűlést, és ott vagy megválasztják, hát vagy persze, nem. Hát demokratikus pártok. Igen, szóval, hogyha vissza is tér a Momentum élére Donát Anna, amire nyilván van komoly esélye, akkor még mindig nem fog az én számomra pusztán ebből az aktusból kiderülni az, hogy amúgy mi következik a DK-nak címzett kritikájából, tehát abból lesz-e fővárosi közös lista, vagy nem, lesz-e 26-os együttműködés, vagy nem. Tehát, hogy ebből a mondatból keletkezik-e politikai stratégia, és annak mi a tartalma. Miközben én azt gondolom, hogy ezeket a rivalizálásokat időről időre szerintem igen, le kell játszani pártok között. Én ettől önmagában nem, szóval én mindenkit, szóval azt tanácsolnám, hogy ne ettől rettegjen, ezeket le kell meccselni. Engem inkább az aggaszt, hogy magának a stratégiai kezdeményezésnek a második, harmadik lépését sem érzékelem, őszintén szóval, hogy az micsoda lenne, és ebből adódóan azt sem, hogy mi volna az a folyamat, amin végigmegyünk és valahova megérkezünk. Lesz majd akkor megint előválasztás? Vagy tárgyalni fognak? Vagy van egy határidő, ameddig ezt teljesíteni kell? Vagy, szóval, hogy hova fog ez az egész dolog kifutni? Ez, az én számomra ez nem világos. Szerintem Donát Anna valami olyasmit fogalmaz meg, amit gondolnak ellenzéki választók. Azért a 19-es EP választás is bizonyos értelemben egy ellenzékváltás volt. Egy korábbi ellenzéki garnitúra leváltása történt. A 21-es előválasztás is bizonyos értelemben egy ellenzékváltás volt. Tehát van erre igény szemmel láthatóan, de mi a csuda következik belőle azon kívül, hogy írunk egy cikket, amiben ez szerepel? Igen, és hát én, az én olvasatomban ez azt is jelenti, hogy gyengült a Momentum. Mert akkor beszélnek hangosabban, karakteresebben a politikusok, hogyha gyengül hát a támogatás. Hát ezt a számok mutatják, igen, hogy gyengültek. Hát ha valaki győzelemre áll, akkor hátradől, kér egy kávét, csöndben van, ahogy a DK. Várja a szavazókat, azt mondja, hogy megérti, hogy a kolléganő ilyen hangon beszél. Nem szólunk, mert akkor fölemeljük a mi szintünkre, stb. De amikor valaki vesztésre áll, akkor valamivel föl kell rázni a szavazótábort, és akkor kell erőteljeseket mondani. Én se túloznám el ennek a jelentőségét. Ez inkább a párton belüli probléma, hogy a kicsit leült a Momentum szavazótábora, és próbálja fölrázni valamivel. Na de ez egy ilyen hogy ez majd utolsó kétségbeesett kísérlet, hogy dobjuk be a FAU2-t, mert akkor hátha célhoz ér.
kettő, de annak mondjuk én látom lehetőségét, nem én találtam ki, ez más is rájött erre, hogy mondjuk azok a szavazók, akik a Kutyapárt és a Momentum között pendliznek, és pontosan ez mozgatja őket, hogy ők nem akarnak semmi szín alatt a Fideszre szavazni, de az eddig mutatott ellenzéki produkciókra sem kívánnak szavazni, ők keresnek arról is maguknak, megvan a véleményük. És a Kutyapárt az fölemelkedett már a harmadik legerősebb igen, párt. Keresnek maguknak pártot, és hogyha a Momentum, én azt gondolom, ez lehet Donát Anna környezetének a fejében és az ő elgondolásának, és szerintem ez egyfajta racionális magyarázata, hogyha ott tartanak egy távolságot a többi ellenzéki pártól, a most meghatározó DK-tól, akkor legalább a Kutyapárt felé történő szavazó elszivárgást meg tudják állítani, vagy vissza tudják tehát fordítani. Tehát akkor ez van e mögött. Én ezt a Kutyapárt gondolom. És a Momentum viszonya, a te olvasatodban. Hát én legalábbis ennek van hát értelme. A Momentum igen. Tábor csökkenésének a megállítása. Igen. Ez a célja. Tehát igen. Nem a régi típusú szavazók megnyerése, hanem azoknak a fiataloknak a megnyerése, hát, akik igen. Inkább igen. A Kutyapárt mellett van. Igen. Igen. És azért az ma már egy masszív szavazói tömb, azért nem akkora távolság, ugye az ellenzéki pártok nem nagyok. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a DK vezet a Momentum előtt, akkor az egyik 15%-on áll, a másik 7%-hoz, azért nem őrült tömegek vannak, igen. És a másik 7%-os Kutyapárttól átmegynek, nem tudom, 2% a Momentum, az már 9%. Csak ebben az az érdekes, hogy miközben gyakorlatilag az összes ellenzéki pártnak van megnyilvánulása a nyilvánosság előtt. A Kutyapárt egy büdös szót nem szól, és némasságában együtt növekszik a támogatása. Ez, amit András mondott. Mit mondtál? Hát, hogyha emelkedik a népszerűsége, akkor neki, akkor valamit jól csinál. Tehát akkor hát valamit jól csinál, elronthatja, hogyha megszólal. Amikor a Zoli nem emlékszik egy ellenzéki megnyilvánulásról, ja. Egy mondatra, én sem hiszem, a Kutyapártnak egyetlen mondatára se. Hát vannak pillanatok szerintem a politikában, András ezzel régebben meg sok szempontból behatóbban foglalkozom, hogy bizonyos értem, mert vannak saját tapasztalatai is erről. Hát van, amikor egyszer hagynak le a gravitációt igen. Érvényesülni, és nem kell szétdumálni. Egyébként Kovács Gergely szerintem néhány komolyabb nyilatkozatot tett az ősz folyamán. Mondjuk a Partizán az egy olyan közeg, ahol ő tud beszélni azokhoz, akik az iránt érdeklődnek, amit ő mond. Én ma sem tudnám megmondani egy csomó mindenben, hogy arról mi a Kutyapártnak a véleménye, de én bennem azt a benyomást keltette az elmúlt hónapokban, hogy szembesült azzal, hogy ő most egy olyan pártnak a vezetője, amelyik nagy eséllyel valahol át fogja lépni az 5%-os küszöböt fővárosban, európai parlamenti választáson, akár mind a kettőn. És az öncélú vicceskedést, ami persze egy karakterépítő eleme volt, azt némiképp háttérbe szorította az, hogy elkezdődik ezzel a, ezzel a felelősséggel való szembesülés. És hogyha csak ennyit lát a választó, akkor az már elég lehet, hogy meg tudja győzni magát arról, hogy nem kidobott voks, ha rájuk szavaz, és az is számít, hogyha csak úgy növekszik, akkor már önmagában adta, tehát ennek is van egy ilyen és van olyan izé, hogy nem kell nekünk mindig előtérbe lépni, meg is várhatjuk, amíg a többiek hibáznak. Így van. Mert az szinte kódolva tehát, van, hogy a többiek hibáznak. Ne menjünk a hegyről a tehennekhez a völgybe, várjuk meg, míg följönnek. Igen. És a másik dolog, amit akartam mondani, hogy lehet, hogy azon is el kell gondolkodni, az egész tömegkommunikációs infrastruktúra megváltozik. Most van ez a fiatal fiú, az Azaria popkultúrában, aki nem ad interjút, nem megy el a hagyományos médiumokba, nem megy be a tévébe, rádióba, és háromszor meg tudja tölteni a Puskás stadion. Tehát a politika kommunikációja az nagyon tradicionális, tehát a sajtótájékoztató, mint ugye Orbán Viktor, de pont azzal lehet nagyon mást mutatni, ha ettől a közektől távol tartja magát valaki, és akkor a Kovács Gergely lehet egy ilyen, aki ilyen surranó pályán, elutasítva a hagyományos médiumokat és csatornákat, megpróbál új csatornákon elérni egy teljesen új választóközeget. Tehát nem zárom ki, hogy ez meglepetést is okozhat, ahogy az a popkultúrában ez az igazi a jelenség. Pofon a Momentumnak, ha a Kutyapárt ennyivel jobban szerepelne, mint majd ők. Hát azt azért nem gondolom, de hát, minden lehetséges. Hát itt azért, és, bocsánat, igen, csak ha ebbe belementünk, szóval azért itt pofonokra van lehetőség egyrészt. Egyrészt én például azt gondolom, hogy a DK
sem biztos, hogy megkapja azt a következő választásoktól, amit szeretne. Tehát, hogy kizárólagos, domináns szereplője legyen ennek az ellenzéki közegnek, mert most kicsit leegyszerűsítem ezt a Momentum kutyapárt közlekedő edény hatást, de most akkor vagy az van, hogy a Momentum vissza tudja szipkázni a szavazókat a kutyapártól, és akkor lesz egy erős DK, ellenzéki szinten erős DK mellett egy relatíve erős Momentum, vagy nem tudja visszaszipkázni, és akkor a DK mellett ott lesz a Momentum is, meg a kutyapárt is, mint egy potenciális ellenzékváltó erő, mely már bebizonyította azt, hogy át tudja lépni a küszöböt. És még egy dologról ne feledkezzünk el, és ez nagyon fontos, ezért lényeges, hogy az András mondta ezt a surranópályát, a surranópályán közlekedik a Mi Hazánk is. Szóval ez az ellenzéki térfél, ez tényleg nagyon más, hogy néz ki, mintha... Tehát ez a duró-dóra jelenség, ez kicsit hasonló, hogy valami brutálisat dobjunk be, valamit mondjunk, vagy daráljunk. Daráljuk le, vagy arra mindenki fölkapja a fejét. Hát, és akkor van egy bizonyos célközönség, amelyik ezt pozitívan fogadja. Érdemes megnézni, hogy a Mi Hazánk YouTube csatornáján milyen nézettségű videók vannak, milyen gyakorisággal, milyen nívója. Én nyilván ugye semmivel nem értek egyet, ami ott lezajlik. De ott nívós anyagok jelennek meg, és egyébként ez a surranó pálya elérés volt a Jobbiknak is az útja 2006-7-8-9-ben. Nem nagyon foglalkozott velük az országos média, akkor hát zajlott valami vitácska arról, hogy beszabad-e őket egyáltalán hívni, egyébként más módon megjelentek a gondolataik éppenséggel, amíg valaki emlékszik a Monoki polgármesterre, aki ugye nagyjából ugyanazokat a dolgokat elmondta, mint a meg nem hívott jobbikos politikusok, és mégis a helyi szerveződésben, és akkor még a közösségi média gyerekcipőben járt. Akkor még gyerekcipőben járt. Ez és most meg különbség. Már nem jár gyerekcipőben a közösségi média, tehát a surranó pályán sokkal gyorsabban tehát, lehet haladni, mint akkor. Nem muszáj, hogy az újságokban így benne van. Legyenek, vagy a tévében, és úgy is lehet bejutni az 5% szóval felé. Itt sok pofa lesz, attól tartok a 24-es eredményekkel szembesülve. Akkor innen folytatjuk.